Ami nekem rögtön eszembe jutott akkor, amikor meghallottam azt a mai tűnővel szó, hogy mikroszkópiáról, és hogy biológia, biofizikai tudatásokról, akkor rögtön bevett egy kísérlet, amit nem bírtam megtartani magamnak, és elhoztunk nektek. Ez pedig az, hogy hogyan lehet talán a legegyszerűbben, a legkevesebb eszközzel mikroszkópot építeni. Csináltunk nektek egy mikroszkópot, ez itt már az, aki látja, ez itt már mindegy mikroszkóp. Na most ugye, amikor már szétszedtem, akkor már a végén fogom megmutatni, milyen részei vannak, mert az elején beállítottam rendszert, és remélem, hogy ez olyan állapotában meg is maradt. Ez a mikroszkóp gyakorlatilag áll egy jó fényforrásból, ez egy hélium neon gázlézer, azt majd megbeszéljük, hogy ez pontosan mit jelent. És van itt egy cseppentő, a cseppentőben vízben elkeverve némi likopódium bor található. A likopódium ez egy növény, egy zsúrlóféle növény, aminek a lényegében a pollenjét kevertük el ebben a vízben, de gyakorlatilag egy biológushoz méltóan mikroszkóppal megvizsgáljuk most azt, hogy a likopódium növénynek milyenek a spórái. Ehhez a következőben van szükségünk. Kérünk szépen egy kis sötétséget. Bekapcsoljuk a lézerünket. És a fény útjába helyezzük a Lázban ég a világ egy kis zsedi trükköt megcsinálni, most az erőt átadál, legalábbis
abban a pillanatban ebben a fénycsőben felgyullad a fény. Azt hiszem, hogy lehet talán látni. Na most az a következő, amit ezzel kapcsolatban meg kéne nézünk, hogy van egy olyan készülékünk, amelyik folyamatosan azt csinálja, hogy feltöltés kisüt, feltöltés kisüt. Ez egy egészen kicsi kis eszköz, amit ezt a kezemben tartok. Magasra emelem. Gyakorlatilag ez egy... Mindenki jól látja, igaz? Igen. tisztán csak a gázon keresztül folyik. Ez semmi másban nincsen.
Na most ezzel egyetlen lépésnyire van már csak az, hogy eljussunk odáig, hogy ebben a teremben például milyen világítás van, eljussunk például ezek a fénycsöveket. Az előbb próbáltam. Ugye, meg tudja nekem valaki mondani, hogy ebben a fénycsőben milyen gáz van, hallottam már valaki róla. Igen, szokták neonlámpát is nevezni, de a mai modern fénycsövekben higany és argongáz keveréket található. A higanyról ugye azt láttuk, hogy ilyen lilásszínű fénye volt. Na most ez a lilásszínű fény, ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag, majd milyen megnézzük, hogy eznek miközben van ahhoz, hogy fehér fényt tudjunk kapni. Először is. Nézzünk meg akkor egy ilyen fénycsövet. Van itt nekünk egy ilyen fénycsőnk, amit én egy picit preparáltam már, mindenféle végződéseket kötöttem rá. És jó, közben valaki kezdek mellettem, majd ezt is meg tudom nézni, hogy ez miért van nézni. Halljátok ezt a hangot? Yeah.
Kísérletünkben gyakorlatilag azt szeretném
voltál már 100 000 volt feszültségben? Na most fogsz. Következő fogjuk történni. Lényegében azt kéne kipróbálni, bár előre bocsánatunk, hogy itt az ilyen kísérleteket, amiket a mammográfban szoktunk végezni, ezeket általában a bemutatók elején kell csinálnunk, amikor még nem emelkedik meg a levegő páratartalma, ami most itt jelenleg. Ugye a szikráink is azért nem ekkorák voltak, hanem csak ekkorák, mert bizony már vele beszéltünk mi is ezt a termet. Azért egy próbát megmérni. Azt gondolom, a következő kéne csinálni. Remélem, hogy életbiztosításod van. Önként jelentkeztél a feladatra, engem semmilyen felelősség nem terhel. A következő kérésem van. Ide hányszor erre a két oda arra valamire, a két lábat meg ott a hely. A egyik kezdetet tedd rá erre a kutyára, és az a kérésem, hogy a hát, hogy jut, azért megyünk a biztonság kedvére. Sose lehet tudni. Szóval, és gyakorlatilag az lenne a feladat, hogy addig ne vedd le, amíg a gépet lenne változat, és azt nem mondom, hogy le lehet venni. Jó? Mert akkor lehet, hogy egy kicsit kellemetlen lesz, hogy még. A higanynak, a
kibocsátott fényének a túlnyomó része az UV-fény, képzeljétek el. Ki látok már UV-fény életét? Jaj, de jó! Milyen sokan! De írjuk tovább a cikket, amit elkezdtünk. Tehát képzeljétek el, újra, újabb 5-10 ember látom már életünk során, aki látja láthatatlan fényt. Én még ilyet ne értem, szellátosok vagyok, valami különleges vizsgálatot szeretnék majd bevonni embereket. Az UV-fény az gyakorlatilag, hogy az emberi szem számára nem látható általában, de látható, hogy vannak kivételek. Az már a másik történet, hogyha egy lámpa UV-fény bocsájt ki, akkor annak általában van lila komponense is, és ezt a lila fényt ezt valóban lehet látni, de az igazi fényt, az UV-t azt nem. Az UV-t az csak bizonyos módszerekkel lehet láthatóvá tenni, érzékelhetővé tenni, méghozzá fluoreszenciával. Na akkor most megint szeretnék kérni egy kis segítséget. És ha már itt előbb szóba került a molekula üdítő és a kinin, ami ugye a fő izgalmas összetevője, akkor egyrészt még minket vettem föl. Tetszik látni? Kérem szépen, ennek a kónak van saját. Azok a gerjesztő UV-fényben világítanak, a többi gyöngyös kék az egyszerűen csak
elengedi a fényt. No. De van nálam még egy nagyon-nagyon érdekes anyag, illetve növény, ami tulajdonképpen bárhol megér. Ez nem más, mint gesztenye. A sötétben remélem, hogy jól látja, hogy két kezem meg két kezem gesztenye levél található. Ezeket a mobilizm melletti gesztenye mezőkön szedtük, és tudni kell azt, hogy már csak így megvilágítjuk a gesztenyének a szárát is, ahol letörtük, ott már látszik valami érdekesség. Ugyanis ebben a gesztenye ágban az úgynevezett fászfolin nevezetű anyag található, amit, hogyha a gesztenye ágainkat melegítve mártjuk, akkor már szépen látszik, hogy elkezd kioldódni a növényünknek a szárával. És ez teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár van, télen is ugyanúgy ugye folyik az erejében, ugye a fának a törzsében ugyanúgy mozogok a folyadék, nem képes megfagyni, és ugye nyilván a fát is valahogy el kell látni tápanyagot, és ezt is szépen folyamatosan viszi magával, és lehet itt látni, hogy ugye nagyon jó kis színe lett már itt a folyadékunknak. Gyakorlatilag ez az előrelátunk analógiaként, hogy egy ügyicskéget el tudjuk választani egymástól a fluoreszencia alapján. Itt most tényleges biológiai kísérletben egy valódi fluoreszens anyagot el tudunk választani, amit éppen oldódik fel ugye a folyadékban. Tehát ez egy ilyen konkrét példa erre. Azt azért érdekességnek elmondjuk, hogy a B2 vitamin is képes ilyen fluoreszkálásra, és érdekesének én elmondom, hogy a sörben nagyon sok B2 vitamin található. Ezt most nem hoztunk, mondnám is a kevcsak, de ez a B2 vitamin is képes így fluoreszkálni. Jó, gyakorlatilag egy pici fényt szeretnék kérni. Nagyon szépen köszönjük, és akkor a bemutatónak arra a részére szeretnénk átérni, amikor ugye azt mondjuk, hogy most itt már azért ilyen fizikai, kémiai dologkal próbáltuk kimutatni, elválasztani egymástól különböző anyagokat, tárgyakat. A következőkben egy olyan kísérletet fog csinálni nektek, amit egyébként a tényleg néző változtak is már azért időnként, mert azt valóság már reklámokat is, de gyakorlatilag arról szól a kísérlet, hogy egy viszonylag kis koncentrációban előforduló anyagot egy kémiai reakcióban igencsak szembetűnő módon kimutassuk. Jó, tehát ez egy elég egyszerű kísérlet, de gyakorlatilag ugyanarra vonatkozik. Eddig fizikai, kémiai módszerekkel próbáltunk elválasztani egymástól különböző anyagokat. Most konkrétan kémiai reakcióval. A részleteit majd Zsú el fogja mesélni ezzel kapcsolatban. De amíg itt a penészi előkészületeket nézik, addig gondoltam ezeket a dolgokat elmesélem. Nézzük, mi az, hogy minden kever. Igazából a kísérletnek a lényeg az lesz, hogy két különböző anyagot fogok összekeverni. Az egyik a kálium-iodid nevezetű anyag, ami ugye nevéből adódóan jód származékú. Ezért lehet látni, hogy kicsit el is színezi nekem, mint a vizet. Ebből egy telített oldatot kell, hogy készítsek. És a kísérletünknek a másik összetevője az a hidrogénperoxid nevezetű anyag lesz, ami ugye, itt ugye mire fogunk használni, hogy általában. Itt van ugye hajfestésre, szőkék előttben, illetve nagy hígyületben egyébként őt festetelítésre is használják, akinek esetleg kontaktlencséje van, a kontaktlencse tisztító folyadékban is található ilyen anyag. Illetve, hogy valami érdekeset is mondjuk hozzá, a vietnámi háború alatt az amerikaiak, az úgynevezett napalm bombák, már biztosan tanultatok, illetve hallottatok róla, a napalm bombához ilyen hidrogénperoxidot kevertek, ugye jó nagy töménységük, és azért tették ezt, hogy ugye lemarják vele a dzsungelt, hiszen egyébként baron hatású anyagról van szó. A kis mérő poharunkba én mosogatószert öntöttem előzőleg. Még varázs hozzávalót, ugye nagyon fontos, és nézzük meg, hogy ebből mi lesz, én nem ismerek valami közelben. Kizárólag az illat érdekében tettük bele, hiszen hogyha a hidrogénperoxid és a kálium-iodid összeér, akkor valami egészen érdekes dolgot láthatunk. Figyeljük! Szóval kimutatjuk, tényleg volt benne kálium-iodid. Thank you.
ami azt mutatja, hogy kicsit keletbe is zárják ezt az egész bemutatót. Az elején nem jártam túl a siker, hogy megmutassam nektek a Lipopodium növénynek a spóráit. Ebben a kísérletben egy picit szemléletesebben szeretném ezt a Lipopodium bornak a jelenlétét legalábbis megmutatni. Konkrétan a részeséget nem tudjuk el szépen látni magad a spórákat, mint ahogy mikroszkóba láttuk volna. De azt gondolom, hogy a hatását és a jelenlétét az érzékelni fogjuk. Ez a Lipopodium, ez rendkívül finom bor. Ugye mikroszkóban vizsgálható, ugye megbeszéltük az előbb látható, hogy egy mikrométeres nagyságrend fölött vagyunk egy kicsivel. 10-20-30 mikrométeres nagyságrendben találhatóak ezek a részecskék. Nagyon pici, nagyon finom bort lehet belőle készíteni. A nagyon finom bor óriási felülettel rendelkezik. Az óriási felület, hogyha valami égő gázzal találkozik, akkor hirtelen hatalmas felületen képes oxidálódni, elégni. És hát gyakorlatilag valami ilyesmit szeretnénk mutatni. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha minden jól megy, megpróbálom, hogy segítsek. Igen, ugye a fókinizmus az első lesz, amit meg szoktunk tanulni, hogy itt vagyunk más. Viszontlátásra, örülünk, hogy itt lehetünk!